Szép napot, szervusztok! 2024. 11. hó 27-e van, egy szerdai nap, és Szombathelyen vagyunk, a MÁV ESK szertára mögött. ESK. Szóval a MÁV ESK szertára mögött, ahol állnak csörgők, Dacia, és még egy szöcske is, sorsára várva. Most megpróbálom először a közelebbi oldalról, ami nagyon bozótos, megörökíteni őket. Egyébként a csörgő az konkrétan egy, 191-es, a többi az hörgő. Ilyen 306, 311, 323, ilyen finomságok. Az 1041-es Dacia és a 49-es szöcske. Megpróbálom először megörökíteni őket a bozótos oldalról, ami nem lesz egyszerű, mert hát nagyon be van nőve abból az irányból. A másik irányból az utca felől, onnan egyszerűbb lesz, onnan majd erős zoomot kell alkalmazni, viszont annál meg nem látszik az összes. Onnan csak egy pár csörgő-hörgő látszik. A Dacia és a szöcske az egy épület mögött áll bent. Azt meg kell próbálnom majd erről az oldalról megörökíteni. Hát előre mondom, hogy ez nem lesz egy látványos valami. Be kell érnetek azzal, hogy így részleteit látjátok a járműnek, mert a fák azok a kerítésen belül vannak, tehát még csak le se tudom őket írtani. No mindegy, hát próbacseresznye. Szombathely az ilyen mozdonytemető, mármint a MÁV Start részéről úgy tűnik. Rengeteg gép áll ugye az állomáson és a fűtőház mellett, és ezek szerint itt a szertárnál is. Ezeket fogom most valamilyen szinten, amennyire meg lehet kívülről megmutatni. Remélem sikerül. Tartsatok velem! A szombathelyi szertárban punyadó csörgők. Pontosabban egy csörgő és a többi hörgő. Ez 2014 óta, mint megtudtam. És mögötte áll a 306-os hörgő. Aminek az oldalát látjuk, az a 306-os. A 191-es csörgő 2014 óta ácsorog. A 311-ben lett a 306-os. Ex-Miskolci gép 2018 óta ácsorog. Hát, csak 6 éve. 302-es hörgő mellett a 323-as ex-Miskolci gép, és 2016 nyarán állt le, azóta hát finoman szólva várja sorsát. Sajnos a bánatos bozótos itt van előttünk. A 323 mellett a 311, semmi nem látszik innen. Itt az épület mögött, az 1041-es Dacia mellett a 302-es egyetlen MTU motoros hörgőnk 2010 óta áll, erős rendellenes motorkopás miatt, és ide van eldugva. Nem gondolnám, hogy valaha még fog vonatokat továbbítani, sajnos. Na, itt a pályaszám is kivehető. Szóval a mozdony maga még megvan, csak nagy jövőt nem jósolok neki. A 1041-es kis Dacia. Ennyi látszik belőle sajnos csak innen föntről. Ez meg ugye a 302-es csörgő. Hát kicsit urbexes.
az 1041-es Dacia mellett pedig ott áll a 49-es szöcske, ami 2010 óta ácsorog már. Mint látjátok, nem is kapott pályaszámot, új pályaszámot, hanem még a V46 049 van rajta. Ez is itt Szombathelyen a szertárban bent. Azért látszik valamennyire, mert lehullottak a levelek. Egyébként hát szinte semmi. Szóval ott a 49-es csöpi. Ez igazi bozott túra. Jól el vannak dugva, de ősszel azért láthatóak. A sor végén áll még egy AB mot vagy BC mot. Teljesen le van kopva a pályaszám, úgyhogy ezt így nehéz megmondani, és a kamera sem látja túl jól. De ott van bent. Ennyit látunk az utcafrontról. Az a 306-os hörgő szegélykém. 191-es csörgő, az teljes takarásban van innen. Az a 311-es. Az kivehető egyébként. Ott a 11 kilóg. És a 323. Hát így vannak ők itt bent. 323 még egyszer az utcafrontról. És a 311. Az, aminek csak a tetején látszik, az meg a 302-es. Az pedig a 191 oldalról. Száz kilencvenegy, 306 és mögötte a 311. Hát szomorú így látni őket. A 117-est, ami itt volt, azt már szétvágták. A háttérben a leállított csörgő plusz hörgők. Az előtérben a rét közepén pedig egy dízelmotor. Na ez nagyon bizarr.
Sopron felé járt ki egy Eseflét 3-asa. No, most pedig a 903-as számú Bakonyi Ice jár ki a 370-es szívvel az élén. Egy Pannonia Interregio Pécs felé. Szombathely másik oldalán vagyunk, nyugati oldalán. Itt van egy rakodó. És láthatjátok, hogy itt áll a 207-es Remont Dacia. És mellette egy Jesef Schlieren. Nem gondoltam, hogy ilyet még látok, de van itt még. És a Szombathely elég sok érdekességet rejteget, azt kell, hogy mondjam. Mellette pedig leállított halbest adti kocsik, hát azok annyira nem látszódnak a bokroktól. Schlieren. Vicces látvány nyújt a Jesef Schlieren kocsi a cukorép a kupac mögött. De hát ez a valóság, ez nem CGI. Ez tényleg így van. Schlieren kocsi mögött áll egy szili. Gyerekek, aki tudja, hogy melyik az, az bátran írja meg, mert az látszik, hogy ott van, de a pályás számát meg nem mondom. Mert nem látunk át a Jesef kocsin. Szent Gotthárd Jesef Flirt 3-as. És a páratlan Pannonia Interregio, amely vágányzár miatt egyébként most csak Zalaszent Ivántól jön. Ugyanazon telephely másik oldaláról filmezve viszont a halbestatik mögött felsejlik két DVA kocsi, 20-75-ös leúszható ablakos, tehát 51-től fölfele, 51 és 75 közöttiek,
valamint a 302-es Remote Sergei, ami úgy tűnik ugyanazt a sorsot kapta, mint a 302-es Remote Csörgő, azaz Hörgő. Na. 2021 nyarán még biztosan üzemelt a 302-es, de hát az már 3,5 éve volt lassan. Bocsánat, 20-70. És ott van a végén az a Gyesef Schlieren kocsi, amit a másik oldalról már megpróbáltam megmutatni. A 302-es Remote Sergei, és mellette 20-70, 53-as. Itt az 52-es, meg itt az 53-as is. Szegény DV a kocsik. Vajon lesz ezeknek a kocsiknak feltámadás? Bár gyanítom, a DVA-knak már csak-csak. Azok benne kéne, hogy legyenek abban a 100 kocsiban, amit a MÁV vezér megígért. És csak úgy emlékeztetőül a fűtőház mellett álló hörgő dögsor. Ott a legszélén a 327-es, az, aztán a 324-es, aztán a 304-es, itt a 313-as,
A 202-es remote Dacia, remote kis Dacia, és itt a 328-as természetesen még mindig. Hát ezek sem nagyon változtak. És az 51-es meg az 52-es szöcske egymás mellett. Csak az 51-es jelenleg nem üzemel. Csak hogy üzemelő dízelmozdonyt is lássunk, ez a 304-es remot Szergely volt. És ugye láttuk, hogy ezeken kívül mennyi csörgő áll még a szertárba. Pardon, hörgő. Balra ott az 1014-es Szilivel a 9083-as szám vonat szerelvénye, és egyáltalán nem jellemző, hogy start adja ki a celldömölki vonatot. Azért van egy pár, de nem jellemző. Általában gyese vagy, aki flirtekkel vagy flörtökkel. Úgyhogy most egy ilyen érdekesség. Mint láthattátok, Szombathelyen és közvetlen környékén, tehát itt a nyilván közigazgatásilag Szombathely, de az állomástól azért messzebb, számtalan startos jármű várja sorsának jobbrafordulását, vagy a lángvágót, mert hát voltak olyan járműek, amiknek én nem adtam volna már semmit. Valahol ez azért nagyon szomorú, mert dízelfronton olyan csehül állunk, hogy ugye dán dízelmozdonyokat próbálunk forgalomba állítani, miközben itt vannak a saját dízelmozdonyaink, amiket hát nem próbálunk forgalomba állítani. A személykocsik terén optimistább vagyok, hiszen a MÁV vezér azt mondta, hogy 100 személykocsit újra pályára állítunk, abból 50 ugye IC-s kategóriás,
a maradék 50 pedig gondolom ilyen belföldi gyorsanati kategóriás személykocsinak van száma. De dízelmozdony fronton azért tényleg elég csehül állunk, és szomorú látni, hogy a szertár bácsorog az a sok hörgő, meg egy csörgő, meg ott ácsorognak a fűtőház mellett a hörgők, meg ott ácsorog az a remote szergely, meg a másik remote szergely. Szóval, hogy azért én azt gondolom, hogy volna miből építkezni, csak hát, na, nem becsüljük meg, mindegy. Ezt is bemutattam, egy kedves néző segített, hogy ezeket a helyeket is felleljen, mert bár vasútról láthatóak úgy, ahogy, de ahhoz nagyon-nagyon kell figyelni, én meg eddig nem vettem észre. Ennyit tudtam most mutatni, közben ránk is sötétedett, és 17 óra, 10-kor a Mura IC-vel megyek is haza Budapest felé, úgyhogy elköszönök tőletek, jók legyetek, és köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!